akkor én most bemutatnám az előadónkat, aki Marton Attila lesz. Ő a Debreceni Egyetem evolúciós állattani tanszékén PhD hallgató, madarász, a tudományos munkássága mellett elég széleskörű ismeretterjesztő munkát is végez, és gondolom mind a kettőt érinteni fogja ennek az előadásnak az alkalmával. Fő vizsgálati területe a kakuknak a költésparazita viselkedése. Erről fogunk itt hosszabban hallani. Köszönöm Balázs a konferálást, és köszönöm szépen nektek a meghívást. Vágjunk is akkor bele a közepébe. Azt, ahogy Balázs is elmondta, kakukokkal foglalkozom a Debreceni Egyetemen. Kakukok és nádirigók az egyik legfontosabb gazdájuknak a koevolúciós kapcsolatát vizsgálom. És az az elképzelés ezzel az előadással, igazából az előadás tuklóját illetően, hogy ilyen nagyon-nagyon alapvető ízelítőt próbálok adni, anélkül, hogy belemenjünk a technikai részletekbe, vagy a nagyon-nagyon nuansz kérdésekbe, hogy mindenkinek élvezetes és érthető maradjon az egész. Címben ott van az, hogy gazda parazita rendszerek. Hát elsősorban, hogyha parazitákra gondolkozunk, akik bennünk vagy rajtunk élnek, kalandférek, kullancs meg társai, és nagyon sok embernek igazából ennyibe kiismerülne a parazita fogalma, holott van még legalább egy olyan parazita csoport, ami iszonyatosan izgalmas. Itt egyértelműen a szülői gondozás parazitáira gondolok, azokra az élőlényekre, amely nem a vérünket szívja, vagy a táplálékunkat fogyassza el a gyomrunkba, vagy nem valami hasonló gonoszságot művel a gazdáival, hanem annak valamilyen viselkedés formáját, vagy valamilyen szaporodásbeli adottságát aknázza ki ahhoz, hogy a saját szaporodását megvalósítsa, vagy növelje az utódai számát a gazda utód számának a kárára, rovására. Ilyen szülői gondozás parazita, ilyen költés paraziták például a lepkék között találhatóak, az a néhány lepkefaj, aki arra szakosodott a hangyabolgárka lepkék, hogy a petéjüket a hangyabolyok közelébe helyezik le, és a hangyák összetévesztik ezeket a petéket a saját tojásaikkal, beviszik a hangyabolyba, ott szépen felnevelik, és amikor a lepke bebábozódik, és kitör a bábból, akkor nagyon-nagyon gyorsan kell menekülnie a hangyabolyból, különben a hangyák azok elpusztíthatják. Másik érdekes példa a halak köréből kerül elő költésparazita vonatkozásba. Ez a kakukharcsa, a neve is eléggé egyértelműen sugallja, hogy van valami köze a kakuk szaporodási stratégiájához. Főként a bölcsőszájú halakat parazitálják. Bölcsőszájú halak, ugyanúgy, ahogy a nevük sugallja, közvetlenül a kis halak tojásból való kikelése után a szájukba veszik azt a néhány kis halat, és ott védelmezik. Jön ez a kakukharcsa, és abban a pillanatban, amikor a bölcsőszájú hal hímje megtermékenyíti a bölcsőszájú haj nősténye az ikrásnak az ikráit, ugyanezt teszi a kakuk harcsa ikrása és teljese is, tehát a hímje és a tojója, és a nőstény bölcsőszájú hal ugyanúgy elfogyassza a megtermékenyített kakuk harcsa petéket, mint a saját petéit, ugyanúgy ki fognak kelni a szájában ezek a peték, és szépen kifejlődik ott a kis kakuk harcsa lelép utána. Másik érdekes példa a szivárványos ökle, ami hazai vizekben is előfordul, egy veszélyeztetett faj, aki a kagylóknak a légzőnyílásába petézik bele. Nagyon szépen látszik a képen az, hogy a nőstény szivárványos ökle tojócsövét azt beilleszti a kagylónak a légzőnyílásába, majd jön később a hím, és megtermékenyíti ezeket a petéket. A kis szivárványos öklék a kagyló által nyújtott a menedékbe fognak
felcseperedni, és csak akkor hagyják el a kagylót, amikor már életképesek, és így igazából megmenekülnek egy csomó ragadozótól. Térjünk át ezennel a madárfajokra, amelyek ezt a szaporodási stratégiát űzik. A 10 000 madárfaj közül röpke 1%-a csak obligált költésparazita. Ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag ezt a stratégiát használják szaporodás szempontjából. Jóval nagyobb az aránya a fakultatív költésparazitáknak, azoknak a fajoknak, akik önmaguk is raknak fészket, tojnak tojást bele, önmaguk keltik ki és nevelik fel fiókáikat, de rátesznek egy lapáttal arra, hogyha lehetőségük van az utódszámuk növelésére, hogy egy hasonló vagy közelrokon faj tojásaiba, fészkébe is betolják a tojásaikat. Ezek a fakultatív költésparaziták. Viszont az a 102 obligált költésparazita madárfaj, az csak és kizárólag úgy szaporodik, hogy másra hagyja az utódait gondozását. Ilyen faj például a kakukréce. Nagyon-nagyon jól el van rejtőzve a képen. Itt van egy kis ruta a Dankas király fiókája mellett, akit a Dankas király kiköltött, amiután kikel a tojásból, előbb-utóbb el fogja hagyni a fészket, és egyedül nevelkedik. Ő az egyetlen olyan récefaj, amelyik obligált költésparazita. Ugyanide tartoznak a mészkalauz madarak, tehát ugyanebben az érdekes szaporodási stratégiát űző 1%-ba a gulyajárók és a vidafélék is. Egyértelműen látszik ebből, hogy ezek a fajok, tehát igazából ez a szaporodási stratégia, az, hogy kihasználjuk más madaraknak a szaporodás biológiáját a saját utódok felneveltetésére, az többször kialakult az élet fejlődése során, és bár nagyon-nagyon kevés a képviselője, ezek sikeresen fennmaradtak és szaporodnak ezzel a szaporodási stratégiával. Egy negyedik csoportról, a kakukfélékről lesz szó, és ezen belül is az európai kakukról, a Cuculus canorusról főként. Ő itt a kakuk, ő lesz a mai előadás főszereplője, illetve beszélni fogunk azokról a fajokról, amelyek felnevelik a kiskakukokat, akik a gazdái ennek az érdekes szaporodási stratégiát folytató madárnak. Ilyen fajokról az erdélyi szürkebegy, és itt a kis kakuk, akit éppenséggel nevel, a házi rozsdafarkú, kerti rozsdafarkú, úgy szintén, több csap fűzike, meg más fűzike fajok, cseregő nádiposzáta, énekes nádiposzáta, erdei pittyer, a nádirigó. Ez csak néhány olyan gazda, akit a kakuk az gyakran parazitál. Ezen kívül nagyon-nagyon sok más fajnak a fészkébe is találtak kakuktojást, vagy sikeresen felnevelt kakukfiókát. Tudnélik az európai kakuk Japántól egész a brit szigetekig mindenhol megtalálható Eurázsiában. Úgyhogy nagyon-nagyon sok fajjal találkozik, és nagyon-nagyon sok fajnak lehet így a parazitája. Nem volt ez mindig ilyen tiszta. Annak ellenére, hogy Arisztotelész már időszámításunk előtt 350-ben leírta azt, hogy a kakukkfióka kitasztítja a fészekből azokat, akikkel addig élt, ez az információ teljesen-teljesen elvesztődött a sötét középkor alatt, feledésbe merült, nem lehet tudni, hogy nem maradt fent. A himlőoltás feltalálója Edward Jenner, angol szebész 1788-ban írta le újra ezt a felfedezést, ő akkor véletlenül botlott bele egy kakukkfiókás fészekbe, és rögtön le is közölte a Royal Society-nak a szaklapjába, hogy a kakuk az úgy szaporodik, hogy más madár fészkébe tolja tojását, sőt, mi több,
nem csak, hogy más madár fészkébe tolja tojásait, hanem ezek a madarak, amikor kikelnek, a kiskakukok, amikor kikelnek, gyakorlatilag megölik a fészektársaikat, azokat, akikkel együtt nevelkednének későbbiekben. És ez korban teljesen érthető módon egy óriási felháborodást keltett, vont maga után. Egyszerűen egy olyan korban, amikor a szerető Isten gondviselése mindenhol visszaköszön a természetbe, nem lehet egy olyan élőlény, aki nem ezt tükrözi. Gilbert White, a híres angol ornitológus, egyszerűen azt írta, hogy ez az anyai szeretet ellen elköltött egy borzalmas lázadás, valami, amire biztos, hogy kell lennie valami jobb, szeretetteljesebb magyarázatnak, mert ez így egyszerűen nem illett bele abba a világképbe, amit addig ápoltak, vagy akkor ápoltak az emberek. Mások próbáltak a magyarázat, vagy a magyarázás terhe alól kibújni, azáltal, hogy egyszerűen azt állították, hogy a mindentudós teremtő soha nem szánta úgy, hogy abszolút minden titkát felfedjük, így a kakukkot sem muszáj megértenünk neki, el kell fogadni úgy, ahogy van, azzal a viselkedéssel, amit ápol, és ezt nem szabad megkérdelezni, vagy nem kell firtatni feleslegesen tovább. Az idézet melletti képen épp látszik, ahogy egy fiatal kis kakuk, úgy, hogy közben az egyik szülőmadár ül a fészken és merengeti, kitaszít a fészekből egy tojást, és a tojás pont most esik ki a fészekből. Tehát minden szégyenézet nélkül alig néhány naposan kitaszítja a fészek társait, a gazdamadár saját tojásait vagy fiókáit a fészekből. Meg igazából úgy értelmezték ezt az egészet, hogy a kakuk az megtiszteli a gazdamadarakat azzal, hogy őket válassza azért, hogy felnevelhessék a fiókájukat. És azt írta a kis ökörszemről, Bechstein például, hogy milyen örömmel fogadják a kakuk tojót, hát hálásan csipognak körülötte, örvendenek neki, hogy ez a nagyszerű madár őket választotta, és ők szívesen feláldozzák a fiókájukat azért, hogy felnevelhessék a kakuknak a fiókáit. Ezen a videón látszik is, ahogy a tavaly végzett kísérleteinkben ezek a nádirigók mennyire örvendennek a 3D nyomtatott kakukunknak, alig várják, hogy az élőn és tojásokat tojhatsanak a fészkébe, közben jól-jól csap a hátára. Tehát ez gondolom számotokra is elég egyértelmű, hogy nem a megtiszteltetés vezérli ezt a riasztó hangot, hanem egyszerűen csak távol akarják tartani a kakukot a fészektől. Nézzük meg egy rövid videóban, amit teljesen véletlenül találtam múltkor a YouTube-on, hogy is történik ez az egész folyamat, és utána pedig azt fogjuk csinálni, hogy egyenként vesszük a különböző részeit a parazitizmus aktusának, és egyenként megvizsgáljuk, hogy különböző vonatkozásai hogyan történnek, illetve mit tehetnek ellene a gazdák, hogy megvédjék magukat. Van a kis kakuk tojás, is kelt a kakuk belőle. Ebbe a cseregonádi poszálta fészekbe, itt is van egy cseregonádi poszálta. Ahogy a kis kakuk kikelt, rögtön jön és eteti. A kakukoknak eléggé jellemző az, hogy nagyon-nagyon széles csípőjük van, és van egy bemélyedés a hátukon. Ami arra szolgál, hogy közvetlenül kikelés előtt, élete első 4 napjában mást ne csináljon, csak amint érez valamit a háton, hát a közepénél, rögtön megpróbálja kitaszítani a fészeket. Kínodik is elég sokat ezekkel a tojásokkal. Nagyon-nagyon elszükségek fáradatok, amíg valahogy sikerül egy-egy tojást kidobni. Jogátban meg még többet szoktak. A szülők nézik, nem értik különösebben, nem tesznek abszolút semmit az ellen, hogy a saját tojásaikat megvédjék a kis kakukk korosszágai ellen. Egész addig, míg a kis
kapuk, teljesen egyedül marad a fészekbe, és onnan már ő fogja maximálisan élvezni a szűzők gondozását. Minden táplálékot megkapok rá. És ezzel le is fogtak a tojások a fészekbe. Onnan már nem kell más csinálnia, csak feküdnie, és várni fogja. A szülők mindenféle finomságokat hozzanak meg. Egy szuper normális ingelmény van, szóval az a piros csőr és nyelv. Nagyon arra készteti a gazdát, aki hozzá egyre több baját, egyre gyorsabban, egyre gyakrabban. Így a kapuk szépen nő, egész annyira nagyra megnő, hogy egyszerűen már nem fog bekerülni a készletbe, ki van készlet kagymájába. Nagyon-nagyon sokszor majdnem teljesen lakosra kapusra készlet, még továbbra is éhet, de továbbra is hozzá a baját. Hogy miért is csinálja ezt, vagy hogyan is csinálja ezt a kapu. Legfontosabb kérdés, amit feltehetünk magunknak, az az, hogy jó, de szerencsétlen szülők abszolút nem tehetnek semmit ellene. Tehát igazából attól a perctől, hogy a kakuk tojás bekerült a fészkükbe, nekik megszűnik a szaporodás lehetősége abban a szezonban. Van-e valami olyan védekezési mechanizmus, ami lehetővé teszi ezeknek a gazda madaraknak, hogy ne szenvedjék el a parazitizmus árát. Gondoljunk arra, hogy nagy része a gazdáknak, ezeknek a gazdafajoknak nagyon-nagyon kisméretű énekes madár, akiknél első néhány évben óriási nagy a mortalitási ráta. Nagyon-nagyon sok esetben ezeknek a madaraknak életükben egy vagy akár két esélyük van csak szaporodni, és ha történetesen azt az életükben egy esélyt egy kakuk tönkreteszi, akkor az a madár nem fogja továbbadni a génjeit, mert a következő vonulásba belepusztul, vagy megfogja egy karvaj, vagy bármi történik. Tehát óriási költsége lehet genetikai szempontokból, vagy utód hátrahagyási szempontokból a költésparazitizmusnak. Persze vannak olyan sikeresebb egyedek a gazdák közt is, akik akár 7-8-9 évet is megérnek, pótolják a kakuk általi parazitizmus költségeit, de valószínűleg, hogy az egyedeknek a nagy része az beleesik ebbe a csapdába, és egyszerűen elveszti ezt a nagyon ritka lehetőséget, hogy szaporodjon. Ez ellen az egyik leghatékonyabb védekezés az az, hogyha egyrészt olyan helyen költenek, ahol a kakuk nem találja meg olyan könnyen a fészküket. Itt van például ez a nagyon kis, ez nagyon nagy elterjedés, hogy bokor, ahol teljesen biztonságban el lehet költeni. Nem tudom, hogy a képen hova kellene bezumolni, látható az a fészek, amelyben az a csipcsak füzike költ, amely valószínűleg teljesen biztonságban van a szederindák között, a kakuk nem fogja tudni parazitálni a fészkét. Tehát az, hogy egy nagyon jól elrejtett fészke van egy madárnak, vagy nagyon nehezen megközelíthető a szűrű nádasba, vagy a buja hajnövényzetbe, az már eleve egy nagyon-nagyon jó védekezési lehetőség a parazitizmus ellen. A nádirigoknál például, meg más nádi fajoknál is elég egyértelmű, nagyon sokszor látjuk azt, hogy a nádirigó hímek ott énekelnek a nádszálak tetején, reklámozzák területüket, reklámozzák saját magukat a tojóknak, viszont a tojókat valószínűleg alig látjuk. Azért valószínűleg, mert ugye ugyanúgy néz ki, mint a hím, ha nem lenne színes gyűrű, például a lábukon, akkor nem tudnánk, hogy most a hímet láttuk, vagy a tojót. De a tojoknak a viselkedése nagyon-nagyon kritikus, megpróbálnak minél kevésbé látható módon mozogni a sűrű nádasba, megépítik a fészküket, és így próbálják elkerülni a parazitizmusnak a valószínűségét. Egy másik elég egyértelmű védekezési mechanizmus a fészekrakási fázisban, az az aktív fészekvédelem. Nagyon-nagyon egyszerű a szabály, ha látsz egy adult kakukkot, menj oda és támad meg, kergesd el a fészek közeléből. Függetlenül az, hogy az hím vagy tojó, csak bajt jelenthet. Ez ugyanúgy működik más potenciális fészekpredátorok esetében is, tehát hogyha sarkát látnak a madarak mondjuk a fészek közelében,
vagy Szajkót, akkor azt is üzen, hogy riasszák, támadják, megpróbálják távol tartani a fészektől. Itt elég egyértelműen látszik, ezek különböző tudományos szaklapokban megjelent ábrákat importáltam és alakítottam át magyar nyelvűre, hogy hozzáférhető legyen. Elég egyértelműen látszik, hogy például az egyik legjobb, leghatékonyabb védekezési eljárás, mechanizmus a kakukk parazitálása ellen az az, hogy lehetőleg fáktól távol építsen a gazdamadár fészket. Kakukkok azt csinálják, hogy kiszállnak a fák tetejére, vagy különböző oszlopokra, villanydrótokra nagyon sokszor, és onnan leselkednek a különböző gazda tevékenysége iránt. Tehát igazából, hogyha fa tetejéből egy jól elrejtőzött tojókakuk ki tudja lesni azt, hogy a gazdamadár az éppenséggel viszi valahova fészekanyagot, vagy úgy néz ki, hogy épül egy fészek valahol a fa körül, akkor az szinte biztos, hogy parazitálni fogja. És azt találták a kutatók, hogy minél távolabb épül meg a fészek egy olyan fától, amit a kakukkok használnak kiülőfaként, annál nagyobb valószínűséggel menekül meg a parazitizmus terhe alól. A fákhoz közelebb épülő fészkek azok nagyobb valószínűséggel lesznek parazitálva, mint a fáktól távolabb épülő fészkek. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az is, hogy agregálódjanak a párok, a gazdapárok. Ez egy nagyon jó védekezési lehetőség. Ott, ahol a gazdák sűrűn egymáshoz közel építik a fészkeket, ott sokkal kisebb a parazitált fészkek aránya, mint ott, ahol izoláltan egymástól távolabb költenek. Ez is elég egyértelmű, mivel hogyha egyik gazda elhajtja a fészkek közeléből a kakukkot, azzal gyakorlatilag megvéd minden más fészket is valamennyire a saját fészke közeléből. Tehát ez egy ilyen közös őrködés, még akkor is, hogyha nem kooperálnak, vagy nem kollaborálnak ezek a párok egymással, ugye ők teritoriumot tartanak, és általában eléggé agresszívek egymással szembe, még akkor is amiatt, hogy elég közel költenek egymáshoz, egymás fészkét megvédik azáltal, hogy a saját fészküket védelmezik a kakuk ellen. Tehát az, hogy a szomszéd közel legyen, az megint egy olyan óvintézkedés, amivel a gazdák meg tudják előzni azt, hogy kakuktojás kerüljön a fészkükbe. És továbbiakban itt van például egy olyan kísérlet is, ahol pont azt nézték meg, hogy mennyire számít a szomszédoknak a tapasztalata a fokális pár, gazdapárnak a viselkedése szempontjából. Tehát mennyire fontos az, hogy te, ha nádirigó vagy, a szomszéd nádirigó milyen tapasztalatokkal rendelkezik kakuk szempontjából, mert a számodra is információ arról, hogy mennyire gyakori a kakuk a környéken, mennyire nagy a parazitizmus veszélye, és annak mértékében tudod a saját védekezésedet finomhangolni. Látjuk azt, hogy a nádirigó, mondjuk a fokális nádirigó pár szomszédságában levő nádirigó párnak mutattak meg kakuk, illetve gerle maketteket a kutatók. Mutatok is majd aztán egy ilyen kakuk makettet. És annak függvényében, hogy a szomszédok riasztottak-e a kakukra vagy a gerlére, ugye a gerle az lévén, hogy egy ártatlan kontroll, azt nem igazán vették számba a szomszéd gazdák, viszont a kakukot elég rendesen megtámadták. Amiután a szomszéd találkozott a kakukkal vagy a gerlével, utána a fokális párhoz is oda tették vagy a kakuk makettet, vagy a gerle makettet, és azt látjuk, hogy ott, ahol a szomszéd is kakukkal találkozott, ott a fokális párnál is a védekezés a sokkal agresszívebb lett. Ezek a madarak
sokkal gyorsabban visszajöttek a fészekhez, valahányszor el voltak zavarva, hogyha tudták, hogy a szomszédnál jártak a kakuk, vagy volt valamilyen, bármilyen olyan tényező, ami a szomszédban riasztást váltott ki. Illetve a riasztások száma is megnövekedett akkor, hogyha hallották a szomszédjaikat is korábban riasztani. Függetlenül attól, hogy gerlére vagy kakukra riasztottak, de hogyha a szomszéd kakukra erősebb riasztást adott, akkor nagyobb valószínűséggel riasztottak ők is a kakuk maketre, ami után a kutatók a fészek közelébe helyezték a kakuk makettet. Tehát igazából a jó szomszéd az tényleg a szó legszorosabb értelmében nagyon fontos ahhoz, hogy ezek a madarak meg tudják védeni a fészküket a kakuk parazitizmusa ellen. Nagyon érdekes módon abban az esetben, ha a kutatók színes tojásokat, igazából házilag készített kakuk tojást helyeztek be azoknak a madaraknak a fészkébe, akik látták a szomszédot riasztani kakuk vagy gerle ellen, ott nem csak a fészekvédelmezési viselkedését módosította a fokális párnak, tehát hogyha ők látták a szomszédjukat riasztani, nem csak abba teljesült ki ez az ő válaszukban, hogy ők is riasztották a kakukot, hanem jóval megnövekedett az idegen tojásoknak a kidobásának az aránya is. Tehát nem álltak meg azon a szinten ezek a madarak, hogy akkor ők is riasztottak, hanem sokkal jobban odafigyeltek arra, hogy van-e idegen tojás a fészkükbe, eltávolították azokat a tojásokat, amit idegen tojásoknak véltek, és így tovább csökkentették a kakuk sikerét, a kakuk általi parazitizmus sikerét. Mindez nem így történt, hogyha a szomszédoknál nem váltott ki reakciót a gerle vagy a kakuk. Tehát az, hogy a milyen szociális infók vannak a fészek közelében a többi költőpárnál, az nagyon is befolyásolhatja azt, hogy a kakukra és a kakuk tojásra milyen reakciót fognak produkálni a különböző fokális egyedek. Persze ennek lehet egy visszásabb utórengése is. Tudnék ott, ahol nagyon-nagyon nagy a parazitizmus ráta, mint például az a költőterület, ahol mi dolgozunk Budapesttől délre, ott érdekes módon azt találtuk, hogy a riasztás az eléggé jelzésértékű a kakukok számára. Úgy a hím, mind a tojókakukok erősen érdeklődtek a gazdájuknak a riasztóhangjuk iránt, valahányszor bejátszottuk a magnóról a riasztóhangot, vagy éppenséggel kiváltottuk a nádirigokba a riasztást a kakukmakettünkkel, és azt találtuk, hogy azok a szülők, akik valahányszor a fészket meglátogattuk, és feljegyeztük, hogy riasztottak minket, amikor a fészek közelébe jártunk, azok a szülők gyakrabban voltak parazitálva, mint azok a szülők, akik nem riasztottak, hanem valamilyen októl fogva szégyenlősebbek voltak, és elmenekültek, hogyha a fészek közelében mentünk. Hát akár az is elképzelhető ennek tükrében, hogy a riasztás az egy nagyon jó jelzés a kakuk számára, ez alapján meg tudja keresni, hogy hol vannak a gazda fészkek a sűrű nádasba. Tudnélik általában madarak a fészkük közelében riasztanak. És riasztást az elég könnyű észrevenni, nagyon könnyű meghalni, mert nagyon-nagyon hangosan csinálják a nádirigók, ezért egy szemfüles kakuktojó bárhol bújik meg a nádas körül, egy fán valahol, egy bokor tetején, nagyon könnyen kiszúrhatja azokat a helyeket, ahol a nádirigók riasztanak, valószínűleg, hogy sokkal kisebb területen kell fészket keresnie, akkor, amikor fészket keres, hogyha csakot keresi, ahol a riasztást hallotta. Kakukok is próbálják tartani a tempót, és arra válaszolnak, vagy az ott az egyik válaszreakció, feltételezett válaszreakció arra, hogy a gazdák védekezése
ellen valahogy önmagukat megvédjék, hogy abba az irányba evolváltak, hogy egyre inkább jobban hasonlítottak, vagy hasonlítanak a gazdafajok egyik gyakori predátorára, a karvajra. Ugye ez nem egy új dolog, igazából már a középkorban terjengett ez a mendemond, amikor még nem tudták megmagyarázni a szakemberek a madarak vonulását, hova tűnik el a kakuk ősszel, akkor az az elképzelés, hogy a kakuk átalakul karvajjá télen, kismadarakat eszik, majd májusban visszaalakul szépen a karvaj kakukká, és kakukként éli le a nyarat. Ezt egyértelműen azért alakult ki ez a mendemond, mert a két madár közti hasonlóság az elég jelentős, mind a kettő szürkés árnyalatú, szürke fej, sárga szemmel rendelkezik, a csíkozott mellkas az elég erős hasonlóság mindkettő között, és a röptükben is van egy elég nagyfokú hasonlóság. Tehát valószínűleg, hogy ez egy védekezési reakció volt a kakuk részéről a gazdák agresszív támadása ellen, mivel a gazdák félnek a karvajtól, ha őt is összetévesztik egy karvajjal, akkor nagy valószínűséggel fognak elmenekülni inkább, és a saját életüket megmenteni a fészek körül. Valahányszor meglátnak egy karvajnak vélt kakukot, így a kakuk nagyobb sikerrel tojhatja be tojását a kiszemelt gazdamadár fészkébe. Érdekes módon, hogy egy kísérlet arra mutatott rá, hogy ez a mellcsíkozás, ez nagyon-nagyon fontos inger a gazdák számára. Kakuk, gerle és karvaj maketteket, kitömött állatokat helyeztek a fészek közelébe a kutatók, úgy, hogy egy-egy kakuk, gerle és karvaj maketnek le volt takarva egy fehér vászonnal a mellkasa. Így igazából voltak olyan teszt alanyok, vagy olyan teszt makettek, akiknek volt csíkozás a mellkasán, és olyan teszt makettek kakukból, gerléből és karvajból is, akinek nem volt csíkozás a mellkasán. Konzisztensen azt találták a kutatók, hogy a csíkozott mellkasú madarakat azt sokkal erősebben riasztották a gazdák, viszont nem mentek olyan közel hozzá, mint a csíkozatlan mellkasokhoz. Sokkal közelebb merészkedtek a csíkozatlan mellkasú kakukhoz, gerléhez és karvajhoz a gazdák, mert nem tekintették olyan veszélyforrásnak, mint a csíkozott verziójukat. Tehát ez egy valószínűleg egy olyan inger a gazdák számára, ami azt sugallja, hogy ez most itt egy karvaj, félj tőle, menekülj tőle, mert meg fog enni. Ezt meg teljesen szépen magáival tette ezt a mintázatot, mellkas mintázatot a kakuk is, hozzájárulva ahhoz, hogy megtévessze a gazdáit vele. Sőt, mi több nem is állt meg, vagy igazából nem is csak a karvajhoz hasonlít a kakuk tojó, hanem érdekes módon, amíg a hímekre csak ez a szürke színváltozat jellemző, a kakuk tojók azok lehetnek vörhenyesek is, és szürkék is. Vörhenyes akár elképzelhető, hogy vörös vércsére hasonlít, ugyanaz a nagy vonalakban a színváltozat, mint a vörös vércsénél. Vörös vércse is egy gyakori ragadozó, bár nem feltétlenül énekes madarakat eszik. És itt van ez a két színváltozat kakuk tojó, és hol egyik, hol a másik sikeresebb. Igazából egy denzitás-dependens stratégiát követve mindig azt ismerik kevésbé a gazdafajok, aki a ritkább faj, ritkább színváltozat. Ez érthető is, hiszen hogyha megtanulják a szürke színváltozatú kakuktojót felismerni a gazdák, akkor a vörös az simán elúrálkodhat, mert nem ismerik fel, nem gondolják róla azt, hogy egy veszélyforrás lehet a fészekre, és nagyobb valószínűséggel fogja becsempészni a tojásait a gazdamadár fészkébe. Érdekes módon mindenhol, minden vizsgálati területen, ahol kakukokkal foglalkoznak, a szürke a gyakoribb, és a vörös a ritkább. Tehát
Az is lehet, hogy egy kicsit döcög ez a denzitás-dependenciás elmélet, ez további tesztelésre szorul majd, de ez egy potenciális magyarázat arra, hogy miért van két színváltozat tojók a kukokból. Nem csak a kakukok kinézete, hanem a hangja is elég erősen hasonlít a karvaj hangjára. Azt csinálták egy nemrég leközölt vizsgálatban, azt a kísérletet végezték el, hogy a cseregő nádiposzáták fészke közelébe helyeztek hangszórókat, amelyeken hol karvaj, hol tojókakuk hangot, illetve kontrollként a hímkakukka kukkolását és a gerlehangot használták. Mutatom is, hogy milyen a működik ez. Egy ilyen nagyon bugyborékolásra emlékeztető, repetitív, néhány másodperces pűrögés, ami viszonylag hasonlít a karvaira. A tojókakuk főként akkor szokta ezt a hangot hallatni, amikor beletolja a tojását a gazdamadár fészkébe. Oda repül, a tojásrakás az nagyon-nagyon gyors folyamat, 8-15 másodperc alatt kivesz egy tojást, betolja a saját tojását a fészekbe, és egy ilyen bugyborékoló hanggal távozik a fészek közelébe. Azt találta ez a kutató páros, aki elvégezte a kísérletet, hogy a gazdák egyszerűen nem tudták megkülönböztetni a karvaj hangját a tojókakuk hangtól, és ha a karvaj és a tojókakuk hangot játszották be nekik, akkor sokkal jobban megriadtak a fészekbe, kinéztek a fészekcsészéből, és így néztek szerteszét, hogy vajon honnan származik ez a hang, míg sokkal gyengébb volt a reakció, hogyha egy hímkakukka kukkolását hallották, vagy egy gerlének a turbékolását hallották a fészek közelében. Érdekes módon nem csak a gazdák estek ebbe a csapdába, hanem olyan fajok is, amelyek igazából nem nagyon találkoznak kakukkokkal. Elvégezték ugyanezt a kísérletet, igen, most hallszik a kakuk tojónak a hangja. Ez a bugyborékoló hang a kakuk tojó hangja. És háttérben az a kakuknak a kakukkolása, a hímnek. Végezték ugyanezt a kísérletet télen madáretetőnél, és nézték a cinegéknek a viselkedését, vagy a reakcióját ezekre a hangokra. Ugye a cineg esetében az pont fordítva van, neki nem a kakuktól kell félnie, mert nem nagyon ritkán parazitálja csak a cinegét, viszont a karvaj az egy elég óriási veszélyforrás, főleg városokban a madáretető közelében, sok karvaj ott telel át, és azzal tölti egész napját, hogy a cinegékkel lakmározik, akik az etetőre járnak táplálkozni. És ugyanazt találták, hogy a cinegék sem tudták megkülönböztetni a tojókakuk hangját a karvaj hangjától, míg a hímkakuknak a hangja, illetve a gerle hangja nem váltott ki különösebb reakciót bennük, sokkal nagyobb valószínűséggel riadtak meg a karvaj vagy a tojókakuk hangjától. Mi több, igazából most visszalépünk egy pillanatra a nádiposzátás vizsgálati részre. Sokkal jobban megnőtt, amikor a nádiposzát a fészkek közelében játszották vissza a karvaj vagy a tojóhangot. A nádiposzáták amellett, hogy jobban figyeltek arra, hogy tojókakuk vagy karvaj hangot hallanak, mint hogyha hímkakuk vagy gerlehangot hallottak volna. Nem csak az elővigyázatosságukat vagy a figyelmességüket növelték, hanem megnövekedett az idegen tojások kidobásának is a rátája. Tehát sokkal jobban figyeltek a saját fészekaljuk tartalmára utána, sokkal nagyobb valószínűséggel kiszúrták az idegen tojásokat, és eltávolították azokat a fészekből, mint hogyha csak gerle vagy hímkakuk hangot hallottak volna. Lássuk, mi történik következő lépésben. Mi történik akkor, hogyha a kakuk beletolja tojását a fészekbe, és a gazda nem ismeri fel a kakuk tojást. Nem fogja eltávolítani a fészekből.
Onnan gyakorlatilag a gazda egy időzített bombán ül, kikelti a kakukkfiókát, ami ki fogja majd sajátítani magának teljes mértékben a szülői gondozást. Azon a területen, ahol a vizsgálatainkat végezzük, Apaj környékén, Kiskunságban, a csatornák mentén 3-5 méter széles nátsávok helyezkednek el, húzódnak végig, és ezekben a nátságokban előszeretettel költ a nádirigó. Végig a csatornák mentén magas fák vannak, ami tökéletes búvóhely a kakukkok számára, és ez a nagyon kedvező csillagállás hatására Apaj és környékét egy olyan mértékű kakukkparazitizmus jellemzi, ami valószínűleg szinte sehol nem található meg már a világon máshol. A fészkeknek 50-60%-a az parazitált, Apaj kakukk beletolik. Legalább egy, nagyon sok esetben találunk 2-3, nagy ritkán akár 4 kakukktojást is a fészekbe, és ezeknek a parazitált fészkeknek elég jelentős része sikeresen röptet is kakukkfiókákat. 40%-a körülbelül megsemmisül predáció miatt, vagy a gazdák felismerik és eltávolítják az idegen tojást a fészekből. Ez egy olyan munkaterület, ahol elég jelentősen magas a parazitizmus rátája ahhoz, hogy nagyon-nagyon könnyen lehessen vizsgálni a kakukk általi parazitizmus negatív hatását. Térjünk vissza az idegen tojásokra egy picit. Mi történik akkor, hogyha melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják azt, hogy a gazda madarak felismerik, vagy nem az idegen tojást a fészekben? Egy olyan vizsgálatról szeretnék itt beszélni, ahol azt hasonlították össze, hogy az öreg, tehát olyan madarak, akik életükben először, illetve olyan madarak, akik már tapasztaltabb költők, az öreg madarak, akik legalább egy szaporodási szezont már tudnak saját maguk mögött, legalább harmadéves madarak, akik már legalább egyszer sikeresen szaporodtak, versus olyan tojógazdák, akik életükbe először raknak fészket, életükbe először költenek. Tehát ezek egyértelműen azok a madarak, akik előző évben fejlődtek ki, előző évben kirepültek a fészekből, megjárták Afrikát, hazajöttek, és neki fognak költeni. Életükbe először találkoznak saját tojásaikkal. És azt találták, akik ezeket a vizsgálatokat elvégezték, hogy az öreg tojó minden esetben felismeri és kidobja a tojást. Függetlenül akkor, hogy a kakukk tojást utolsónak cserélik ki, mondjuk egy 4 tojásos fészekaljba, vagy kicserélik a legelsőt egy kakukk tojásra, és utána még a tojó hozzátojik 3 tojást, vagy ha kicserélik az összes tojást a fészekből, ettől függetlenül a tapasztalt tojók azok felismerik azt, hogy a tojásokkal, vagy az idegen tojással valami nincsen rendben, eltávolítják azt a fészekből, vagy ott hagyják a fészket mindenüstől. Ezzel szemben érdekes módon a fiatal tojók azok sokkal hajlamosabbak voltak arra, hogy elfogadják az idegen tojásokat, akkor, hogyha a legelső tojást cserélték ki kakukk tojásra. Érdekes módon, és ez a vizsgálat többnyire arra mutat rá, hogy a fiatal tojóknál, ahol csak utolsó, tehát a negyedik tojást cserélték ki kakukk tojásra, már volt 3 saját tojása, amin meg tudta tanulni ez a madár azt, hogy az ő tojásai hogy kell kinézzenek, és bármi, ami nem úgy nézett ki, mint az ő tojása, azt kidobta a fészekből. Ez nagyon kézenfekvő, úgy néz ki, hogy a madarak a legelső saját maguk által letojt tojást tanulják meg, és ahhoz hasonlítják az összes többit. Holott, hogyha a legelső tojást cserélték ki kakukk tojásra, akkor ezek a fiatal tojók azt tanulták meg, hogy ez a tojás az, ami az én tojásom, függetlenül attól, hogy az ő volt vagy nem, és
nagy valószínűséggel elfogadták ezeket az idegen tojásokat, mert megtévesztette, tehát igazából rossz tojás mintát tanult meg. Ugyanezt történt akkor is, hogyha az összes tojást kicserélték a fészekbe, gyakorlatilag szegény fiatal tojó nem tudta, hogy hogy néz ki a saját tojása, ezért elfogadott mindent. Úgyhogy ennek tükrében egy ilyen elég erős evolúciós versenyfutás a két játszó fél között, tehát a kakukok és a gazdák között, minél inkább hatékonyabban védekeznek a kakuk ellen a gazdák, annál inkább sikeresebben fognak csalni a kakukok következő körbe, és ezek örök körforgásba fogják egymásban evolválni a különböző védekezési és támadási mechanizmusokat, ami érthető is, mert egyszerűen, ha nem, valamelyik kipusztulna, így csak azok maradnak meg, vagy azok fognak szaporodni sikeresen, akik az újonnan kifejlesztett védekezési mechanizmusokat képesek áthágni, egyre inkább találékonyabb módokat talál így a természet arra, hogy fennmaradjon ez a rendszer, vagy ezek a fajok fennmaradhassanak. Most gondoljunk arra, hogy ha csak egy kicsit is hasonlít a kakuktojás a gazdatojására, és 100-ból 99-et kidobnak a gazdák, akkor az a századik, hogyha visszajön költeni, már sokkal inkább olyan tojást fog tojni, vagy sokkal jobban fogja hasonlítani a tojással a gazdatojásához, tehát sokkal nagyobb sikerességgel fognak költeni a kakukok következő évben. A nádirigók meg saját maguk ellen lépnek azzal, hogy kiválasszák azokat a tojásokat, és csak azokat a tojásokat tudják meghagyni, ugye, mert így védekeznek, amik nagyon-nagyon jól hasonlítanak a saját tojásaikra. Aminek az az ára, hogy következő szaporodási szezonra csak ezek a tojások lesznek a játékba, és ezek a tojások fognak még nagyobb kihívások a következő generációnak. Így kialakulnak különböző kakuk vérvonalak, amelyek egyre jobban hasonlítanak az általuk preferált gazda fajnak a tojására. Például a réti pityernek a tojása barna, így a réti pityert parazitáló tojás is, kakuk tojás is barna, míg a nádirigónak a foltos tojását egy olyan kakuk fogja sikeresen utánozni, aki generációk óta a nádirigókat parazitálja. Az erdei szürkebegy egy érdekes példa ez alól, mivel az erdei szürkebegy egyszerűen nem ismeri fel a saját tojását. Világos kék tojásokkal rendelkezik, az öt parazitáló kakuk barna tojásokat tojik, ugyanúgy, mint a cseregőnádiposzáta kakukja. Az erdei szürkebegy az egyetlen olyan faj, aki nem ismeri fel a saját tojását, tehát ha piros tojást tojna a kakuk a fészkébe, akkor sem lenne képes fel. Különböző vizsgálatok mutattak már rá arra, hogy pont erről van szó, hogy ott, ahol legnagyobb a tojás hasonlósága, ott legnagyobb a nyomás a kakuktojókon, hogy hasonló tojásokat toljanak, mint a gazdák. Tehát ott, ahol már eleve nagyon-nagyon jól hasonlít a tojás a gazdatojására, az ország azért hasonlít, mert nagyon-nagyon jól ismerik a gazdák a saját tojásaikat, és kidobják azokat a tojásokat a fészkekből, amik nem hasonlítanak a sajátjukra. Azok a gazdák, akik nem megfelelő gazdák a kakuk számára, azok minden tojást elfogadnak. Ilyenek például azok a fajok, akik nem nyílt fészekbe fészkelnek, hanem például odvaduban fészkelnek, mint a széncinege. Neki bármilyen tojást be lehet tenni, biztos el fogja fogadni, vagy a magevő madarak, akik úgy szintén nem egy kakuk által preferált gazdák, ők is bármit elfogadnak. Ennek fényében elmondható az, hogy a tojások mintázata az hozzájárul ahhoz, hogy egy gazda sikeresen felismeri a saját tojásait, és hogy a kakuknak nehéz legyen azt utánozni. Igazából a tojás
mimikri, vagy igazából a tojás mintázat az nem más, mint a gazda, ahogy aláírja a saját tojását, ráírja, ez az én tojásom. Mit csinál a kakuk? Jön és azt mondja, hogy ez is a te tojásod, ezt is fogadd el. Tehát ennek az aláírásnak a hamisításáról szól az egész, mennyire fogja tudni utánozni a kakuk tojó ezt a mintázatot. Más parazita fajoknál, például ennél a kakuk szövőmadárnál, jóval érdekesebb a helyzet, mivel az az egyetlen egy gazda, amit parazitál leggyakrabban, az óriási változatosságú tojást képes produkálni. Kéktől egész rózsaszínig, pettyestől, vonalasig mindenki. Tehát hihetetlenül nehéz dolga van a kakuk szövőmadárnak ahhoz, hogy a tojásával megtémessze a halvány priniát, mivel a halvány priniának annyira erős a tojás mintázata. Végezzünk el egy képzeletbeli kísérletet. Mi történne akkor, hogyha vennénk ezt a nagyon komplex tojás mintázatot, ami a kakukok ellen alakult ki, és egy olyan szigetterel költöztetnénk át ezeket a madarakat, a gazdákat, ahol nincsen a kakuk, tehát nem kell félniük attól, hogy az aláírásukat a tojás héján meghamisítja a kakuk, és így parazitálni fogja őket. Ha követnénk a tojás mintázat változását ezeken a szigeteken, akkor egyértelműen azt várnánk, hogy ott, ahol a kakuk nyomás megszűnik, ott a tojás mintázatossága is megszűnik. És igazából pontosan ez történt egy kísérletben, igazából egy olyan periódusban az emberi történelemben, amelyikre nem feltétlenül lehetünk büszkék. Természetesen akkor, amikor Afrikából Hispaniola szigetére szállítottak át afrikai rabszolgákat a gyapott ültetvényekre az 1700-as években, akkor vittek málinkó szövőmadarakat díszmadárként. Afrikában a málinkó szövőmadár a vörös szemű részkakuknak a közönséges gazdája, viszont Hispaniola szigetén nincsen ott a vörös szemű részkakuk. Ezek a szövőmadarak, mind ahogy az várható volt, egy idő után elszabadultak, és Hispaniola szigetén egy önálló költőpopulációt hoztak létre. És pontosan ezt látjuk, hogy egyszerűen 1700-as évektől napjainkig a tojásgyűjteményekben egyre inkább kevésbé erős a konzisztencia fészekajon belül a mintázatba. Nincs meg az a szelekciós nyomás, amit a vörös szemű részkakuk gyakorolt a szövőmadarakra, ezért a tojásnak, a mintázatának már nincs akkora jelentősége, és ez idővel úgy el fog tűnni valószínűleg ebbe a hispaniolai populációban. Ha csökken a nádirigoknak a száma, akkor a kakukoknak a száma, akkor a nádirigok is alább hagynak a védekezésbe, ugyanezt látjuk. Ott, ahol a populációja, a kakuk populáció összeomlott az elmúlt 30 évben, ott egyszerűen eltűnt a védekezés is a nádipószáták részéről. Ma, ha már oda teszünk azokhoz ezeken a területeken költő nádipószáták fész ki egy kakuk modellt, nem biztos, hogy meg fogják támadni, nem fogják felismerni az idegen tojásokat a fészekből. Érdekes módon a hanggal is manipulálnak ezek a kis kakukfiókák, miután kikelnek. Ugye ők egyedül vannak a fészekben, miután kitolják az összes tojást, viszont ugyanannyi táplálékot kell kapjanak, mint egy 5-ös vagy 4-es egyetszámú fészekaj, amit a gazda saját fészekaja jelentene, és ugyanannyi táplálékot kell kapjanak az egyedül nevekedett kakukok, mint az 5 másik madár. És érdekes módon ezt úgy érik el, hogy a kakukfiókának a hangja az egy ilyen nagyon-nagyon erős perregés, ami hasonlít, megtévesztésig hasonlít ahhoz a hanghoz, amit egy egész fészekajnyi fióka produkálna. A szülők azt látják, hogy csak egy száj tátog a fészek mélyén, tehát igazából csak egy madárnak kéne táplálékot hozni, de azt hallják közben, hogy 5 madár kéri a táplálékot, ezért ugyanolyan sok kaját hoznak a kis kakuknak, mint hogyha egy egész fészekajat kellene neveljenek. Tehát igazából ezek a szignálok megtévesztik
a gazdákat azért, hogy maximalizálja a kiskakuk a túlélési sikerét. Érdekesek ezek a szignálok olyan szempontból, most egy kisebb zárójelig álljunk meg ennél az ábránál, hogy az a szempontból minket is befolyásolnak, és nem is gondolnánk, hogy ezt teszik. Itt van például egy kísérlet, amit egy egyetemen végeztek el a kávéautomata mellett. Egy kutatónő különböző heteken, hol virágokat, hol szemeket ábrázoló képeket ragasztott ki a kávéautomata felé. A kávéfőzője a tanszéknak az úgy működött, hogy becsületkasszával ahány kávét megittál, annyi fontot kell betenned a kis persejbe, és az emberek egyértelműen azért, nem azért, mert gonoszak, vagy valami hasonló, egyszerűen csak elfelejtik, nem mindig fizették ki a részüket a kávéból, csaltak a rendszerben, és az volt az érdekes, meglepő eredmény ennek a kísérletnek, hogyha szemek voltak kiragasztva a kávéfőző felé, akkor az emberek sokkal kisebb valószínűséggel felejtették el a tejre adott pénznek a bedobását a persejbe. Igazából arról volt szó, hogy ha a tudatalatti a tesztalanyoknak úgy érezte, hogy valaki nézi őket, akkor sokkal igazságosabban jártak el, nem próbálták átverni a rendszert, bedobták a persejbe a tejre szánt pénzt. Így egy egész érdekes példa arra, hogy azok a szignálok, amelyikről nem is gondolnánk, hogy befolyásolják a viselkedésünket, radikálisan befolyásolhatják. Mit várunk akkor egy olyan egy gazdafajtól, mint a nádirigó vagy cseregő nádiposzáta, akinek elég egy nagyon szép, világító, piros, nyitott csőr és egy hang a háttérbe ahhoz, hogy azt az ingert érezze, hogy ne én most ezt megkeretessem. Nagyon röviden összefoglalva, mielőtt zárnánk az egészet, vegyük át, hogyan is működik ez a rendszer. Egyértelműen megjelenik a költésparazitizmus azért, mert jobban megéri, sokkal több utódot hagyhat hátra egy kakuk, hogyha mással nevelteti fel a fiókáit, mint hogyha ő maga kellene felnevelje azokat. Ezért szétszórja tojásait különböző gazdafajoknak a fészkébe, vagy gazdaegyedeknek a fészkébe. Ahhoz, hogy a gazda ne szenvedje el a költésparazitizmust, így ne kelljen felnevelje másnak a fiókáit, felismeri és kidobja a kakuk tojásokat a fészekből, és szignóval látja el a saját tojásait azért, hogy megismerje a sajátját, illetve megismerje az idegen tojást a sajátjai között. Erre a kakuknak az az egyértelmű következő válasz, hogy kifejleszti a tojásmimikrit. Tojásai, tehát azok a kakukok maradnak csak a játékban, akiknek már eleve meg hasonló volt a tojása a gazdamadarak tojásához, így kialakul a tojásmimikri a két fajba, akkor már nem lesz elég a gazda részéről az, hogy a tojásokat figyelje, hanem figyelnie kell a kakukokra is, és megpróbálni elhajtani a fészek közeléből a kakukokat, akik ott órálkodnak, tehát ez egy ilyen védekezési mechanizmus kialakuljon. Amire a kakuk válasza meg az, hogy egyszerűen titokzatosan kell viselkednie. Ne lássa a gazda, hogyha fészek közelében van. Gyorsan rakja le a tojását, lehetőleg meneküljön minél gyorsabban, minél hatékonyabban történjen a parazitizmus. Viszont akkor kialakulhat egy olyan védekezési reakció a gazdák részéről, hogy nem csak a saját információira hagyatkozik, hanem a szomszédik viselkedését is megfigyeli, mert hogyha a szomszéd találkozott kakukkal, de ő maga nem, az számára még mindig informatív lehet. Amire egy potenciális válasz lehetőség, vagy a kakukok részéről az, hogy legalább két megjelenési formába, ugye vörös kakuk, szürke kakuk formába parazitálnak, ezért meg lehet téveszteni. Ez olyan, hogyha balesetkor az autónak az egyik fele zöld, a másik fele pirosra lenne festve, és a szemtanúk ellent mondanának egymásnak, hogy most egy zöld autó ütött el valakit az átjárón, vagy egy piros. Ilyen szempontból a legjobb védekezés már tényleg csak az lenne a gazdák részéről, hogy figyeljenek arra a színváltozatra, amelyik gyakoribb. Nagyon-nagyon sok kérdés van még a kakuk általi költésparazitizmus körül, hogy
hogy mi a hímek szerepe pontosan a fészekkeresésbe, hogyan találják meg a kakukkuk a fészket, miért választják azokat a gazdákat, akiket választanak, milyen más védekezési, illetve támadási felületek vannak, illetve hogyan befolyásolja mondjuk a gazda parazita pároson kívül bármelyik más faj, ami a területen költ ezt az egész kapcsolatot. Egyelőre ez még a jövő titka, remélem, hogy lesz még lehetőség a fajok, ezzel a két fajjal foglalkozni. Tudnilik úgy a kakuk, mint a nádirigó egy valamelyes csökkenő tendenciát mutat. Kelet-Európában és Nyugat-Európában elég komoly problémái vannak a fajoknak. Igazából nem marad hátra, mint így május előtt kimenni lassan, lehetőleg minél marad majd újra a természetbe, és élvezni azt, hogy itt vannak a kakukkok, és végzik a dolgokat, és ott vannak a gazdák, akik megpróbálnak védekezni ez ellen. Köszönöm szépen a figyelmét, bárkinek kérdése van, szívesen hallom, megpróbálok rá válaszolni.